A bátaszéki Káder KTS-től halva sokak szíve megdobban, mert az 1960-70-es években több családból dolgoztak ott szülők, nagyszülők, volt, hogy egy teljes család is. 70 éve 1952. szeptember 2-án alakult az akkori néven Bátaszéki Kádár Kisipari Termelőszövetkezet 10 fővel. Alapítója Beck András volt, aki egy egyszerű sváb családban született. Olvasható abban a tanulmányban, melyet Heringes Lászlóné készített, kutatva a bátaszéki kádárság történetét. Kádár munka szeretetét András bácsi édesapjától szerezte, ugyanis már kisgyermekként, mivel édesapja is kádárként dolgozott, mellette nőtt föl, és szakmai tapasztalatát mellette szerezte meg. Elsőként Bátaszéken a Budai utca 78 szám alatt dolgozott, még akkor a szövetkezet megalakítása előtt eldöntötte azt, hogy másoknak is próbál munkát szerezni, eldöntötte, hogy megalakítja ezt a szövetkezetet. Kádár és faipari szövetkezet néven üzemeltek, profiljuk hordók, főleg ászokhordók készítésén túl a különféle kádáripari termékek voltak. Amikor a hordókra nem volt megfelelő a kereslet, talicska, gyerekzsámolj, ládák készítésére is sor került, melyre külföldön is nagy volt a kereslet. Schrott Ádám abban az időben került a faiparihoz. A ma már idős Kádár szép emlékeket őriz abból az időben. Az épület maga az valamikor a Magyar Körnek hívták, tehát volt egy ilyen egyesület, hogy Magyar Kör, és hát ugye abban az időben, amikor az 50-es években minden egyesületet megfosztottak minden vagyonától, hát akkor odaadták a Kádár szövetkezetnek. És tehát akkor kezdtem én a szakmát. Úgy lettem én Kádár, hogy a nagyapám is Kádár volt. És hát attól nyilván abból az indítatásból lettem én is Kádár. Nem bántam meg soha életemben, még a mai napig is szívesen csinálok bármit, csinálok is, ha van rá igény, és én szerettem a szakmát. Magát, a szövetkezetet is szerettem, mert egy tisztességes Kádár mesterekből alakult csoportosulás volt. Mindegyik tisztes, becsületes, szorgalmas emberek voltak, és hát 10 voltak akkor, amikor a szövetkezet megalakult, azt hiszem az szabály volt akkor, hogy 10 főnek össze kell állni, és akkor lehet egy szövetkezetet alakítani. Abban az időben, amikor fénykorát éltem, mondjuk a Kádár műhelyről beszélek, a Kádár szakma fénykorát élte, akkor olyan 25-30 szakember dolgozott ott, szakember. Amellett voltak ugye betanított munkások, segédmunkások is. Tehát komoly üzem volt a Kádár szövetkezet. Én mindig büszke voltam arra, hogy ennek a tagja lehetek. Akkor már ugye tag voltam, mert 3 évig voltam inas, és akkor segéd lettem. Ott dolgoztam, 17 évig voltam a Kádár szövetkezetnek a tagja. Tehát komoly munka folyt itt, mindenféle kádáripari termékeket csináltunk fából, mert ugye valamikor a Kádárnak nagyon sok háztartási eszközt kellett csinálni, borászati eszközt. A Kádár szakma és a Kádár termékek iránti kereslet az egyre kevesebb. Ma már azt lehet mondani, hogy nincs is olyan, mint a kosárfonás. Nem kell kosár és nem kell hordó. Mindenütt a műanyag és ezek a rozsdamentes edények, ezek kiszorították a fából készült edényeket a borászatból, meg a lakosság köréből is, mert senki nem savanyít már káposztát például, nem kell vajat köpülni, meg hát na, sok minden. Volt valamikor, amit ma már nem használnak, mert készen meg lehet kapni a vajat, nem kell köpülni, a savanyú káposztát is készen meg lehet kapni, minden van, nem kell a Kádár. Aki megmaradt, ők mindent megtesznek a szakma fenntartása érdekében. Várda Tibor, a másik bátaszéki Kádár, nem oly rég találkozót szervezett a megmaradtaknak, ahol a téma a szakma megmentése volt. Nincsen szakmunkás. Tehát a környékben jóformán nagyon nehéz találni szakembert, illetve nem is lehet. Próbálunk ezen változtatni, próbálunk betanítani embereket, amit hát egyre nehezebb ugye találni hozzá megfelelő kollégákat. A Kádár találkozó egy régi nagy álmom volt, hogy összetudjam hozni a régi mestereket, akik már nagyon rég találkoztak ugye egymással is, illetve a fiatalokkal.
nem tudom, szakmai okból is kifolyólag, illetve hát emberileg. Tehát a Kádár úgy mondván nagyon nincs utánpótlás, ebből kifolyólag, nem is tudom, csúnyán fogalmazva, egy kiholó faj vagyunk. Ahhoz, hogy ne vesszen el végleg a szakma, tanulókra volna szükség. És ha akad is, az oktatáshoz elengedhetetlenül fontos, hogy azok, akik értik, tudják még a fogásokat, ott legyenek az oktatáson. Erre, mondja Várda Tibor, jó volt a találkozó, hiszen abban megállapodtak, szerepet vállalnának az udorlás kiképzésében. Az egykori bátorszéki kádárok emlékezete egészen biztosan fennmarad. Hogy a szakma megmarad-e, az a jövő kérdése.